Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Betört, majd miután elfogták, ismét bűnözött, kétszer bukott le a tamási férfi egyetlen hétvége alatt. Nyári diákmunka, a fiatalokra is hasonló szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre. Tolna vármegyei vadásznap, negyedik alkalommal volt Dombóvár a házigazda. Néprajzi tábor Bonyhádon idén 34. alkalommal rendezték meg a programot. Betört egy boltba, elfogták, kihallgatták, majd ismét lopni indult egy másik üzletbe egy tamási férfi. Az első helyszínen a kezét is megvágta, emiatt bukott le. A rendőröknek viszont azt mondta, kutya harapta meg. Magával vitte a kasszát is az üzletből a tolvaj, a rendőrök készítették ezeket a fotókat. Szekszárd központjában tört be egy ruhaboltba a 28 éves férfi még néhány napja. A helyszínre érkező nyomozók vérnyomokat találtak, ez alapján feltételezték, hogy a bűnöző megvágta magát. Nem kellett sokat várni az elfogásáig, még helyszíneltek, amikor a vármegye másik részén horogra akadt a tolvaj. Még a délelőtt folyamán Tamásiban igazoltattak a tamási járőrök egy férfit, aki erősen vérzett. Mikor kérdezték tőle, hogy mi történt vele, akkor azt állította a járőröknek, hogy egy kutya harapta meg. Eközben az egyik ügyeletes kollega figyelte az intézkedést, és összerakta a képet, hogy feltehetően az a férfi, akivel szemben éppen Tamásiban intézkedtek, azonos lehet a szexádon keresett férfival. Kollégáim elő is állították a férfit, akit egyébként a tamási rendőrök is kerestek már egy korábbi lopás miatt, amikor a termálfürdő egyik kamaráját lopta el. Vagyis a férfiről kiderült, hogy halmozta a bűncselekményeket. A kihallgatását követően viszont nem volt rest újra itt tenni. Vasárnap a késő esti órákban egy újabb betörés történt a főutcán. Ekkor egy dohányboltba tört be ismeretlen, akiről rövid időn belül kiderült, hogy ugyanaz a férfi, aki az előző nap is a lopást elkövette egy másik üzletben. A férfit kollégáim rövid időn belül a környéken megtalálták, igazoltatták és elszámoltatták, majd gyanúsítottként kihallgatását követően őrizetbe is vették. A sorozatbetörést elkövető tolvajt még egyszer már nem engedték szabadon, így ő most börtönben vár az első tárgyalására. A háborús és szankciós áremelkedés miatt megnövekedett élelmiszerárak visszaszorítása érdekében június 1-én elindult a kötelező akciózása a kiskereskedelmi üzletekben. Az intézkedés jól működik és megtette a hatását. A bolthálózatok mára már egymásra licitálva jelentik be a kedvezményeket, közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerdán. A kötelező akciózás így is egyaránt hatékonyan járul hozzá a piaci verseny fokozásához, az infláció csökkentéséhez, valamint a családok megvédéséhez, hangsúlyozta a tárca. A szankciós infláció a kormányzat korábbi intézkedéseinek köszönhetően idén januárban tetőzött. Májusban 2020 novembere óta először csökkent látható módon, júniusban pedig akár 20% alá csökkenhet. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ez a tendencia tovább fog erősödni, minden esély megvan arra, hogy már az év vége előtt egy számjegyűre csökkenjen az infláció, írt a közleményében a GFM. Szeptember 15-e után is fenn kell tartani az egyes Ukrajnából származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós import tilalmat, hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Az EU tagállamok mezőgazdaságért és halászatért felelős minisztereinek tanácskozása keretében adott nyilatkozatában elmondta, az Ukrajnával határos 5 uniós tagállam minisztereinek ismét sikerült közös álláspontot kialakítani, és jeleznie az Európai Bizottság felé, hogy az uniós tilalmat ismét meg kell hosszabbítani, hiszen a tilalomnak agrárgazdasági szempontból csak akkor van értelme, ha az új termés betakarításáig és raktározásáig fent tudjuk tartani. Azt mondta, ez a búzánál és repcénél megvalósítható szeptember 15-éig, azonban a kukorica és a napraforgó esetében nem, és a védintézkedés akkor érhet el eredményt, ha legalább e két terméknél az uniós importtilalmat december 31-éig meghosszabbítják. Fontos, hogy a nyári munkát vállaló diákok leellenőrizzék előzetesen a leendő foglalkoztatóikat, ezt mondja a NAV szakértője. A fiatalokra egyébként ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a felnőtt dolgozókra. A nyári szünet a diákmunka igazi szezonja.
A még tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok ilyenkor tömegével keresnek állást, hogy pénzt gyűjtsenek, vagy fedezzék a nyaralást, fesztiválozást. Nem árt viszont tudniuk, milyen szabályok vonatkoznak rájuk, mik a jogaik és a kötelezettségeik. A legfontosabb, hogy adózási szempontból ugyanolyan munkavállalónak számítanak, mint bárki más, vagyis a napi rutin megkezdése előtt szerződést kell kötniük a foglalkoztatójukkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, hogyha a diáknak nincs adóazonosító jele, vagy pedig elvesztette adókártyáját, akkor a NAV-tól igényelhet a 23T34-es nyomtatványon. A munkaszerződés 18 év alatt csak akkor érvényes, ha azt a szülő vagy a törvényes gyám is jóvá hagyja. A jövőbeni munkáltatót pedig célszerű előzetesen leellenőrizni. Ehhez az adóhatóságnak többféle adatbázisa is van, amik online elérhetőek. A diák munkából származó jövedelemre is érvényesíthető a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy az arra jogosult fiatalnak havonta bruttó 499.952 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Ez akár havi maximum közel 75 ezer forintos adómegtakarítást jelenthet a 25 év alatti fiatal számára. Ennek az érvényesítését egyébként nem kell kérni külön a munkáltatótól kifizetőtől, mert az automatikusan történik, kivéve, hogyha a fiatal kéri annak a részleges vagy teljes mellőzését. A diák munkásnak pedig legalább a minimálbér összegét meg kell kapnia, ami most havi bruttó 232 ezer forintot jelent. A polgárőrségnek fontos szerepe van a közbiztonság és az ország határvédelmében, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Magyarországon több mint 66 ezer polgárőr teljesít szolgálatot, ők azok, akik önkéntesen a szabadidejük terhére mások segítése érdekében végzik feladataikat. Magyarország kormánya elismeri és kiemelten fontosnak tartja a szakemberek munkáját, ezért az Országos Polgárőr Szövetséget a rávonatkozó törvénnyel köztestületté minősítette, hogy biztosítsa a hatékonyabb működését, emelte ki. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szerint a polgárőrségnek fontos szerepe van a közbiztonság és az országhatár védelmében, a migráció kezelésében és a lakosság biztonság érzetének növelésében. Az egyenruhások segítséget nyújtottak a koronavírus járvány idején járőrözéssel és idősek ellátásának segítségével, de az orosz-ukrán háború menekültjeinek fogadásában, ellátásában is lehetett rájuk számítani, közölték. Ismét Dombóváron rendezték meg a Tolna vármegyei vadásznapot. A rendezvényen különféle programokkal várták az érdeklődőket a rendezők. A település polgármestere azt mondja, büszke arra, hogy negyedik alkalommal lehettek házigazdák. Negyedik alkalommal biztosított helyszínt a Tolna vármegyei vadásznapnak Dombóvár. A rendezvényen, amely fontos szerepet tölt be a vadászok életében, több eseményre is sor került. A szervezők több programmal is várták az érdeklődőket, függetlenül attól, hogy jártasak-e a vadászat berkeiben vagy sem. Lesznek kötött színpadi programok, úgymond. Nyilván az elején egy protokollális része, megnyitó beszédek, Hubertus mise, kitüntetések átadása, új vadászok fogadalomtétele, ezek színpadhoz kötöttek, illetve utána a különböző résztvevő települések, néptánccsoport, egyéb más szórakoztató elemei, de a színpad mellett futó események is lesznek, gyermekek szórakoztatására különböző, a légvártól az ügyességi játékokig, a focipályán légpuskalövészet, de lesznek olyan jellegű szakmai programok is, ami nem színpadhoz kötött, például vadászkutya bemutató. Több vármegyei vadásztársaság is képviseltette magát. A mai vadásznapon a Gazdavadásztársaság tagjaként veszek részt ezen az eseményen. Mindenképpen egy nagyon jó dolognak tartom, hiszen itt a környékbeli vadásztársaságok és a vadászok egymással meg tudják beszélni vadászélményeiket, tapasztalatokat, miközben a bográcsban pedig egy nagyon finom pörkölt készül. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere elmondta, örömmel segítettek a vármegyei szintű esemény megszervezésében. Örömteli a pillanat, hogy a mai napon 2018 után újból 2023-ban Dombováron tartjuk a megyei vadásznapot, hiszen mondhatom, hogy tartjuk, és a Dombóvár Város Önkormányzat a szervezésben és az eszközökben nagy részben kivette a részét, hogy ma egy sikeres rendezvényen lehessünk túl. A vadásznapon a programok mellett különböző, a helyszínen készített étel specialitásokat is megkóstolhattak a résztvevők.
Az elmúlt időszak takarmányár emelkedése, az orosz-ukrán háború okozta többletköltségek és a tavalyi aszály olyan súlyos hatással volt a magyar haltermelésre, hogy a Magyar Hallgazdálkodási Operatív Program felszabaduló forrásaiból 3,1 milliárd forintos keretösszegű krízis támogatási konstrukciót dolgozott ki és hirdetett meg az Agrárminisztérium, jelentette be Feldman Zsolt, a tárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Az Agrárminisztérium célja a magyar haltermelés helyzetének stabilizálása, a magyar halellátás biztonságának fenntartása, fogalmazott az államtitkár, aki részletezte a most megjelent pályázati felhívás mind a tógazdasági haltermelés, mind az intenzív üzemi haltermelés esetében kompenzációs lehetőségeket biztosít a vállalkozások számára. A tógazdasági haltermelésnél maximum 101.237 forint per hektár, az intenzív üzemi haltermelésnél maximum 138.000 forint per tonna támogatást igényelhetnek a hallgazdálkodók. A kérelmek benyújtására július 23-ától augusztus 31-ig van lehetőség. Idén 34. alkalommal rendezte meg a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a néprajzi tábort Bonyhádon és több más helyszínen. Számos érdekes előadást hallgathattak meg a látogatók a nemzetiség történelméről, hagyományairól. A Bukovinai Székely tábor fennállása alatt sok változáson ment keresztül. Ezek eleinte főleg gyűjtőtáborok voltak, idős emberekhez látogattak el, az ő emlékeiket nézték meg, illetve a kézműveskedésen volt a hangsúly. Most viszont mindenféle témakörben számos előadó által szeretnének ismereteket átadni az iránt érdeklődőknek. Ez azt jelenti, hogy a megkopó, több generáción keresztül már változó emlékeinket szeretnénk továbbképzésszerűen sok-sok előadással helyre rakni, hiszen a korosztályok, ahogy egymást váltották, ahogy a tudás átöröklődött most már egyik emberből a másikba, itt-ott bizony már nem egészen az, ami eredetileg volt. Tehát muszáj ezt előadásokkal rendbe hozni, fölhívni a figyelmet az értékeinkre, pontosítani a jelenlegi generációnak a tudását. Azt remélik, hogy ez a fajta programsorozat évről évre folytatódik majd, mindig változatosabb témakörökkel. Az idén volt az ének, tánc és a zene napja, ahol a Fábián Évika akadémikus, Radák Mihály és Herceg Gábor csupa neves ember volt, akik az énekkel, a tánccal és a vonós zenével foglalkoztak. A mai napunk az emlékezés napja. Ma a népi építészetről volt szó, dr. András Hajóbert talán volt szíves, hatalmas örömünkre eljönni ismét a táborba, hiszen sokszor volt már a néprajzi táborainkban. Fantasztikus előadást hallhattunk tőle. A Székely tábor napjait tematikusan osztották fel, például az emlékezés napján András Halvi professzor mellett még Salamon Gáspár építészetről és nyelvjárásról tartott előadásait hallgathatták meg az érdeklődők. A fiatalabb korosztály informatika iránti érdeklődését célozva az 1941-es digitalizált bukovinai térképekről is láttak a vendégek bemutatót. A viselet napján pedig a Bukovinából megmaradt emlékekről tartott előadást Lőrinc Etel. A játék napján pedig az akkori gyerekjátékokat fedezhették fel a résztvevők. Regionális híreink következnek. Gyógyíthatatlan, de karbantartható új gyógyszerek a szklerózis multiplex kezelésével. Utazás az unión belül és kívül, az ellenőrzésről és a szabályokról beszélt a NAV munkatársa. Béremelést akarnak a Pécsi Egyetem dolgozói, a szakszervezet szerint meg kell állapodni a kormánnyal. Világszerte növekszik a szklerózis multiplex betegek száma, mondja a szakember. A betegség bár gyógyíthatatlan, de az újabb gyógyszerekkel tovább lehet jó életminőséget biztosítani. Nemrég tartották meg a szklerózis világnapját, ennek kapcsán kérdeztük a pécsi professzort a betegségről. A szklerózis multiplex világnapján készültek ezek a felvételek, amit nemrég tartottak hazánkban is. A betegségről a Pécsi Klinika szakorvosát kérdeztük. A professzor azt mondja, bár gyógyíthatatlan a betegség, az utóbbi 15 évben olyan újabb gyógyszerek jelentek meg, amikkel jelentős életminőségjavulás érhető el. Sokkal-sokkal hatékonyabbak, mint az első generációs gyógyszerek. Az úgynevezett visszaesések száma, tehát erre a betegségre jellemző az, hogy kialakul egy tünet, a beteg átmenetileg mondjuk a látását
elveszíti, akár teljesen, és utána ez vissza tud térni, vagy egy időre megbénulhat, és utána javul ez az állapot. Ezeknek a visszaeséseknek a számát, ezek a gyógyszerek 60-70%-kal is tudják csökkenteni, és ha kevesebb a visszaesés, akkor sokkal lassabban halad előre a betegség, sokkal lassabban gyűlnek össze a visszafordíthatatlan maradványtünetek. Ez nem a tolókocsi betegsége, mint ahogy ezelőtt 30 évvel azonnal ezt rávágták. A gyógyszerekkel pedig évekre, akár évtizedekre meghosszabbíthatók a jó életminőségű időszakok a betegek életében. A betegség azonban több áldozatot szed mostanában. Többi 20 évben növekszik a betegségnek a gyakorisága, tehát Magyarországon az első pontos epidemiológia az körülbelül 20 éve volt, akkor olyan körülbelül 8000 betegre becsült. A magyar betegek számát ma a NEHAK adatai szerint legalább 10 000 beteg van Magyarországon. Az egész világon látszik ez a tendencia, és világméretre kivetítve 2,5-3 millió beteg körül van a világon. Ennek környezeti és genetikai okai vannak. A betegséget ma még egy autoimmun kornak tartják, amikor a szervezet a saját idegpályáinak fehérje burkolatát támadja meg. Az állandó gyulladás aztán károsítja az agy és a gerincvelő állományát, ami az idegrendszeri működést teszi tönkre. Ez a mozgásra, beszédre, érzékelésre hat. A szklerózis világnapján az új típusú gyógyszeres kezelésre, a betegek gondjaira is felhívják a figyelmet. Milyen kiviteli vagy éppen behozatali szabályok vonatkoznak az utazókra a határátlépésnél? Milyen különbség van az unión belüli és azon kívüli utazásokra? Erről beszélt stábunknak a NAV munkatársa. Mobiltelefonnal készültek ezek a felvételek a mohácsi kikötőben. A pénzügyőrség és a társszervek ellenőrizték az utasszállító hajót, mielőtt elhagyta az országot a Dunán keresztül hétfőn. Mohácsi határkirendeltségre érkezett egy utasszállító hajó, és mivel a schengeni határt elhagyja, ezért nagyon részletes ellenőrzés alá vonták a kollégák a társhatóságokkal együtt. Ez azt jelenti, hogy az útlevél ellenőrzésen kívül podgyász ellenőrzés is volt, és magának a hajónak is a részletes ellenőrzése megtörtént. Adópercek című műsorunkban beszélt a határátlépésre vonatkozó adószabályokról a NAV sajtóreferense. Ezek vonatkoznak a vízi, vagy éppen a szárazföldi átlépésre is. Az unión belüli utazás főszabálya, hogy saját használatra kivihetők termékek, de vannak szigorúan szabályozott termékkörök is. Vannak bizonyos termékek, amelyre nagyon speciális szabályok vonatkoznak. Ilyen például a gyógyszerek. Tehát mindenki, aki rendszeresen gyógyszert szed, annak csak annyi gyógyszere lehet a táskájában, amennyit az orvosa felírt egy bizonyos időszakra. Vannak különböző termékek, vadon élő állatok és növények, amelyeknek egyedeit, illetve a belőlük készült ajándéktárgyakra vonatkozóan alapvetően tiltás van. Ezeket se kivinni, se behozni nem szabad. Csak nagyon speciális esetekben külön engedéllyel, mondja a sajtóreferens. Unión kívüli ország is lehet úti cél, ezeknél figyelni kell a kivitt pénzmennyiségre. Abban az esetben, hogyha unión kívülre utazik az adózó, akkor figyelemmel kell lenni annak az országnak a szabályaira is, ahova utazik. Ez vonatkozik például a jövedéki termékekre is, a mennyiségi korlátozásokra, illetve nagyon fontos odafigyelni, hogy készpénzben mennyit vihet magával az adózó. Ez a 10 000 eurós határ, ez egy nagyon fontos határ. A 10 000 euró feletti készpénzt vagy készpénz helyettesítő eszközt be kell jelenteni. Az utazók bővebb információt a NAV honlapján kaphatnak a pontos szabályozásról. A tárgyalások már megkezdődtek, a pénzre azonban még várni kell, így foglalható össze a pécsi egyetemi dolgozók béremelési követelésének jelenlegi helyzete. A szakszervezeti oldalon azt mondják, addig nem lesz fedezett a dolgozók anyagi igényeinek kielégítésére, amíg az egyetemet fenntartó alapítvány nem köt finanszírozási szerződést. A dolgozók egyszeri bérkiegészítést kapnak most. Béremelést akarnak a pécsi egyetem dolgozói, erről szóltak a hírek a napokban. Megkerestük az egyik szakszervezeti vezetőt, hogy megtudjuk, milyen követelésekkel fordultak a munkaadókhoz. Horváth Csaba azt mondja, jelenleg nem tudja a munkaadó finanszírozni a dolgozók munkabér emelési igényét. Az egyetem mindig arra szorul, illetve hát a fenntartó, aki a kuratórium, arra szorul, hogy minden évben az állammal finanszírozási szerződés kössön. Tehát mint egy kipótolva
az alapítvány tőke hiányát. Horváth Csaba azt mondja, már korábban bejelentették igényüket. Az egyeztetések is megkezdődtek. A három szakszervezet, mert három reprezentatív szakszervezet van az egyetemen, még húsvétkor egy petícióval fordult az egyetem vezetéséhez, illetve a kuratóriumhoz is, amelyben most már nem kértük, hanem követeljük, vagy követeltük az infláció követő bérrendezést. Ugye tudva levő, hogy több mint fél éve 20% fölött van az infláció, tehát az a béremelés, ami volt tavaly előtt, az már eliminálódott. A munkadói oldalon megértik a dolgozók béremelési igényét, mondja az érdekképviseleti vezető. A hajlam megvan az egyetem vezetésében, tehát a tárgyalásokat meg is kezdtük annó, csak éppen a finanszírozási szerződés hiányában, nincs aláírva, hiányában tehetetlen az egyetem. Tehát akkor ki a felelős? Nyilvánvaló nem a munkáltató, tehát nem az egyetem vezetése, hanem a kuratórium, mert ő a fenntartó. A kuratóriumnak már rég ki kellett volna harcolnia az állammal szemben, a kormánnyal szemben, hogy ezt a szerződést írják alá, hogy a béreket tudják rendezni. Ezért egy minimál megállapodás született, amit az egyetem vezetése is elfogadott. Bár interjút nem adtak a munkáltatói oldalon, de közleményt küldtek szerkesztőségünknek. Ebben azt írják, a tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy az egyetem az év első felére egyszeri bérkompenzációt valósítson meg, amelynek hatája azokra az alacsony jövedelmű munkavállalókra terjed ki, akiknek alapbére nem haladja meg a bruttó 450 ezer forintot, és akiknek átlagos munkabére nem haladja meg a bruttó 550 ezer forintot. A munkáltató egyösszegű, egységes, bruttó 200 ezer forintos összegű bérkompenzációban részesíti azokat a munkavállalókat, akik a leírt szempontoknak megfelelnek, írják. Horváth Csaba a helyzetről azt mondja, az, hogy tényleges béremelésre mikor kerülhet sor és mekkora mértékben, még nem tudni, mert ez most már a finanszírozási szerződés aláírásától függ. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. Betört, majd miután elfogták, ismét bűnözött, kétszer bukott le a tamási férfi egyetlen hétvége alatt. Nyári diákmunka, a fiatalokra is hasonló szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre. Tolna vármegyei vadásznap 4. alkalommal volt Dombóvár a házigazda. Néprajzi tábor Bonyhádon idén 34. alkalommal rendezték meg a programot. Csütörtökön délelőtt zömében felhőtlen, szikrázóan napos idő lesz jellemző. Általában napsütéses és csapadékmentesen telik a nap. Délelőtt még kissé élénk lehet az északnyugati szél, de délutánra legyengül és szélcsendes idő alakul ki. Melegszik a levegő, többnyire kellemes, már a strandróknak is kedvező hőmérséklet lesz. Éjszaka nyugodt, eseménytelen időjárás, csillagfényes égbolt várható. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!